Sziasztok, izomvadászok, és üdv az új videóban! Ma egy nagyon durva témáról fogok beszélni. Igazából 3 éve vezetem most már ezt a csatornát itt, és ez egy dolog, amiről még sosem beszéltem, pedig ez az életem legnagyobb álma. De ettől függetlenül itt most nem rólam lesz szó, hanem igazából minden egyes nézőmről, úgyhogy kérlek, mindenképp nézd végig. Van egy vízióm, már évek óta a fejemben van. És már sokszor kaptam a kérdést, hogy miért csinálom ezt az egész fitness videózást. És nyilván azért, mert szeretek segíteni az embereknek elérni a céljait. Imádom látni, ahogy a klienseim lefogynak akár 20-30-40 kilókat, teljesen megváltozik az életük a jó irányba, és annyira hálásak. Imádom ezt az érzést, látszik a szemükben, ahogy beszélgetnek velem, hogy egyszerűen hálásak. Amióta itt Budapesten élek, már annyi izomvadásszal találkoztam a városban, és az összes, aki hozzám jött, egyszerűen hálás volt. Tényleg az emberek 90%-a csak odajön és mondja, hogy Dennis, köszönöm. És már az kitölti a szívem, imádom. De még amikor elkezdtem ezt a sportot, azt sem tudtam, hogy valaha leszek egy ilyen szituációban. Nekem amikor elkezdtem ezt a sportolást, a legnagyobb álmom az volt, hogy legyen egy saját edzőterme. És ez a videó most pontosan erről fog szólni. Az izomvadász edzőterem. Tényleg rezeg a kezem, ennyire sokat jelent ez nekem. És ezzel itt is tartunk a nagy témánál, hogy tervezek nyitni egy izomvadász edzőtermet. És ebben a teremben ilyen tipikus izomvadász edzéseket fogunk tartani. Tehát már az egész nagyon szépen kiépült a fejemben. Voltam is már jó pár durva találkozón és sokat telefonáltam. De hogy sokszornak is vége legyen az egész, még akár egy évig is eltarthat, attól függ, hogy ti mennyire akartok engem ebben támogatni. Most elmondok nektek egy durva titkot, egyetemen nem csak az edzésről, a táplálkozásról és az egészségről tanulok, hanem arról is, hogy hogyan nyiss, illetve vezess egy edzőtermet. Más szavakkal az egyetemem konkrétan arra képez ki, hogy valamikor nyissak egy termet. És most már nincs sok hátra az egyetemből, és gondoltam, hogy végre elmondom nektek a legnagyobb álmomat, és most ebben tudtok engem támogatni. Ez az egész senkinek nem muszáj, tényleg csak azokat kérem, akik szívesen néznek engem, akiknek már talán valamikor tudtam valahogy segíteni, most vissza lehet segíteni nekem, aminek nagyon örülnék, de hogyha nem szeretnél, akkor nem. A lényeg, hogy ez az edzőterem Budapesten lesz, ahol szerintem a legtöbb nézőm is lakik, és akár már most készen állnék ebbe beleugrani, de ez nagyon tőletek függ, hogy mennyi támogatást kapok. A lényeg, hogy a VIP részleg most megváltozott, és 3 kategória van. Van az egyes szint, ahol egyszerűen picit tudsz engem támogatni, van a második szint, ahol a 30 napos zsírégető kihívás és az új TRX 6-7-es program is fent lesz, és van a harmadik szint, ahol bekerülsz egy külön Facebook csoportba, ahol hetente minden kérdésen át fogok menni és személyesen megválaszolni, mint az online személyi edződ. Tehát most nem arról van szó, hogy csak úgy kérek tőletek támogatást, hanem még próbálok is minél többet cserébe adni. Tehát nagyon sok előnyt látok ennek a saját teremnek, egyszerűen személyesen veletek tudnék ott foglalkozni, a kutyának is lenne helye, és nekem végre megvalósul a legnagyobb álmom. Ha azt mondod, hogy te szeretnél engem támogatni, akkor kérlek most nézd meg a videó leírást. A teremmel kapcsolatban a VIP részlegen majd lesznek külön szavazások, és hogy tényleg együtt építsük fel ezt az edzőtermet. És ezzel mutatni szeretném, hogy ez nem az én termem lesz, hanem tényleg a mi edzőtermünk lesz, és minden egyes támogatom hangja fontos lesz. Építsünk egy izomvadász termet! Egyébként, hogyha nem tudsz, vagy nem szeretnél támogatni a VIP részlegen, már az is nagy segítség, hogyha megosztod a barátaiddal ezt a videót, és hogyha itt hagysz egy lájkot, és hogyha kommentelsz, bármiféle reakció erre a videóra nekem segít, hogy minél gyorsabban ezt a nagy projektet megvalósíthassam, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál. Bárhogy is döntesz, nagyon köszönöm, hogyha eddig nézted a videót, találkozunk a következőben. Na csá!